Hello mindenkinek, sziasztok, Sácki itt a nők, és íme következő videó. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, még egy kicsit fáradt vagyok, nemrég keltem fel. Igen, későn keltem meg minden, de tudom, ja, buta vagyok, stb. Mindegy. Na, szóval szép reggelt, sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban. Itt tart velem Kis is, és én is itt vagyok. És sziasztok, na! Szokásos videóeleti dolgok, ha szeretnétek PC-es terméket venni még karácsonyig, a leírás első sorában még ott van. És amúgy azt hozzáteszem, hogy még mindig rengetegen vásároltok terméket, és ez iszonyatosan király. Szóval tényleg köszönöm szépen. És még mi van, amit még el kell? Ja igen, hogyha tetszik a videó, akkor like, sub, meg ilyenek. De hát a feliratkozást azt én nagyon alapból nagyon szépen megköszönöm. És nyomjátok meg a csengőt, meg a lájkokat, azt mindenféleképpen is, illetve hogyha nem tetszik a videó, akkor nyugodtan dislike, ezt már sokszor elmondtam. Ez a ti dolgotok, hogy mit nyomtok. Én a like-nak örülök, a dislike-nak nem, de ez mindenki saját dolga is eldönti magának. Na! Kezdjünk bele a szokásos dolgokba. Leesett a hó bizony már a falunkban is, és hát ja, eléggé királyú néz ki úgy minden. Szóval azt mondom, hogy minél gyorsabban el kéne mennünk fát vágni meg ilyesmiket, ugyanis télire kell fűtés, meg hát alapból majd, hát vasam sajnos nincsen, szóval nem tudok karácsonyfát csinálni, vagy hozni, de jó lenne majd valamiféle olyat is majd beszerezni, de mindegy, azt majd a következő videóban majd maximum. Egyelőre most mindenféleképpen kéne fát szereznünk, ugyanis meg fogunk fagyni, le fogunk fagyni, nem lesz semmi, és ja, azért az eléggé fontos dolog, hogy ne fagyjunk meg kissel ketten a házunkban. Szóval valamennyi fát azért hozok haza, aztán megnézem a kovácsot, sőt, hát a kovácsnál lehet, hogy van valami vasbalta, vagy valami, azt mindenféleképpen meg kell nézni. Azért fontos, és utána pedig majd eldől, hogy mi lesz, lehet le kéne aratni a dolgokat, hogyha egyáltalán még bármi kinőtt. Nem tudom, hogy ilyenkor télen mennyire nőnek ki a dolgok, hát azért teremnek ott a dolgok, nincsen semmi gond. Oké, királyság, jaj, tüsszentenem kell. Jaj, Istenem, úristen. Bocsi, srácok. Jaj, nem akartam tüsszenteni, de... Hú, mindegy, bocsánat, na, kettő gyémánt, na, ez eléggé király. Meg van egy vaskardunk is, meg egy vascsizvánk, jó, ezeket lerakjuk. Mindenféleképpen, nem már, hogy most kell végig tüsszentenem. Dani, szia! Jaj, Istenem, bocsi, srácok. Jaj. Hú, na jó van. Szia, egészségedre, köszi szépen. Hú, most hogy biztos, hogy sokan leírjátok a kommentbe, hogy jobbulást meg egészségedre, nektek nagyon-nagyon szépen köszönöm, közben valaki bejött hozzám teljesen, ezért bocsánat, mindegy. Na, szóval, hú, szia falusi, mondjad, lenne egy kis probléma, szia, mondjad mi a probléma, én is nagyon szívesen segítek, bármikor, én nagyon-nagyon kedves segítőkész ember vagyok, nyugodtan mondjad. A feladott leveleink eltűntek. Levelek? Milyen levelek? Milyen levelekről van szó? Feladatok leveleket? Mehetok, ott is ott van egy kovács, jól emlékeztem, majd azt is megnézzük. Mondjad, falusi, amiket a Jézuskának írtunk. Hát az... Az nem jó. Mit kéne akkor csinálnom? De szerencsére, igen. Mondjad, nekem kéne visszaszereznem? Nagyon szívesen visszaszerzem, hogyha arról van szó. Van egy GPS az egyik levélben. Váltok, most ellopták? Vagy mi történt, mert nem emlékszem. Ellopták, vagy el rossz felé küldtétek, mert nem emlékszem. Igen, szerintem. Aha, oké, hát jó, rendben van, akkor ellopták valaki, vagy nem tudom. Mindegy, jó, oké. És megvan az irány, oké, irányai, oké, megvan az irány, jó, oké, akkor jó, akkor tudok segíteni, akkor megpróbálok nektek segíteni, adott egy iránytűt, király, akkor abba kell menni, arra kell menni, jó, rendben, mindjárt megyek, itt az iránytű, jó, rendben, köszi, csak lerakom, de várjátok ezt a kovácsot, még megnézem, és oké, kaptunk vasat, meg ilyeneket, köszönöm, ha segítesz, szívesen, nyugi, segíteni fogok, na, jó, srácok, akkor szerezzük vissza a leveleket. Ezeket viszont lepakolom, mert ezek még azért fontos dolgok lehetnek. Kis, akarsz jönni? Gyere kis, jó van, őt is viszik magunkkal szerintem. Akkor melyik irányba kell menni? Errefele kell menni, jó. Hú, okés, megint megvan a küldetésünk, hát, ja, nem véletlen vagyok én PGT Dani, mert mindig engem hívnak, hogyha baj van. Amúgy, ja, igazából biztos, hogy rengetegen kérdeztétek már meg, hogy miért vagyok PGT Dani, de már nagyon sok videóban elmondtam meg ilyenek. Szóval, ja, de mindegy. Na, menjünk akkor az irányba, srácok. Amúgy azt is nagyon sokan megkérdeztek, hogy hány éves vagyok.
Most komolyan, most mindenki tippelje meg, hogy hány éves vagyok. Nem akarok segíteni, de kíváncsi vagyok amúgy a kommentek közül, hogy kik találják ki. De mindegy, majd a videó leges legvégén majd mondjuk elmondom, hogy hány éves vagyok, hogyha eszembe jut. De ja, mindegy, amúgy nagyon-nagyon sokan tudjátok, mert már tényleg sokszor elmondtam. Meg minden, de mindegy. Na, menjünk szépen akkor az iránytű irányába tovább. És reméljük, hogy megtaláljuk a dolgokat, hogy merre kell menni. Most itt keresztbe kell menni? Most itt keresztül kéne menni, vagy arra kéne menni? Az lenne az? Nem tudom, nem akarok én a vizen keresztül menni. Azt mondta, hogy megvan az irány, nem azt mondta, hogy oda mutat. Szóval... Hát most nem tudom, én csak azt látom ott ilyen különleges dolognak, hogy ott van valami. Mindegy, azt gyors megnézzük, srácok. Aztán kiderül, hogy valami, vajon elfele kellett volna mennem, vagy nem. Az ott valami... Nem tudom, az olyan kitűnő dolog ott az egészből. Reméljük, hogy arra kell menni, és nem kell átúszni az egész tengert. Aha. Aha, szerintem ez lesz az, jó. Kis, várj meg itt. Szerintem ez veszélyes kaland lesz, legalábbis hát gondolom. Szóval, ja. Jó, oké. Kevés áfival, de túléltem. Jó, beveszek egy ópialmát azért a biztonság kedvéért. Na. Ahogy látom, itt több irány van. Húha. Eléggé sok irány van. Erre talán. Szerintem nem erre. Oké. Akkor... Balra vagy jobbra? Arra fáki van, szóval nem arra. Biztos, hogy sötített helyre kell menni, ez 100%. Ez TNT! Jó, oké, akkor nem erre. Jó, nem erre. Jó, akkor erre kell menni. Oké, megvan az én nagy nehezem. Mi ez? A karácsony szerinted is a legrosszabb ünnep? Nem? Igen. Hát akkor nem. Mi a... Ne szívass már! Ez rám rakott egy mérget? Na jó, akkor igen. Aha, és így lehet bemenni. Értem, szóval ez valami... Karácsony utáló, nem tudom minek a izéje. Hello, Grinch. Itt a Grinch. Hello, Grinch. Szia, te ki vagy? Ez én nevem Dani, hello. Karácsony. Mi az? A karácsony tönkre vágója, Grinch. Hello, Grinch, üdv. Ha a karácsony mégis boldog lenne, húz meg, holvasztás. Wow, hello, mi az? Karácsonyi kívánság levelek a Grinch-től. Nulla levél. Jaj, ez vicces. Te is utálod a karácsonyt? Grinch, én nem utálom a karácsonyt. Én azért jöttem, hogy visszaszerezzem a leveleket, amiket valaki ellopott. És... aha. Wow. Ne már. Ez bezárt ilyen manókat ide. Ez bezárt egy csomó manót, meg itt vannak a levelek. Akkor hogy jöttél be? Nem volt nehéz megtalálni, mert... Megmondták nekem a faluban, hogy merre fele ment a illető, aki ellopta a leveleket. És hát itt az iránytű. És itt volt egy ilyen nagy barlang, és bejöttem és idejöttem. Nem volt túlságosan nehéz. Nem loptam amúgy el leveleket. Akkor ezek itt még. Mondjad, ezek itt még. Tele van itt levéllel az egész. Azok az enyémek. Aha. És miért vannak manók ide bezárva akkor például? És miért lenne neked ennyi leveled? Meg minden! Meg mi ez a karácsonytevő, rossz tevő dolog? Tudom, hogy hazudsz, nem kell hazudnod. Én vágom én a dolgokat, amúgy az ott a kijárat. Szarkazmus. Aha, értem, persze. Jó, ne viccelődj. Na, figyelj, én elveszem szépen a leveleket innen. Mindegyiket szépen el fogjuk innen vinni. Ide van, hogy ezeket takarodj. Nem takarodok. Igen, elmegyek a levelekkel. Azokkal elmegyek, jó? Figyelj, nem nagyon van más leválasztás lehetőséget, szóval remélem, hogy... Aha, PvP-zni akarsz? Hát jó, rendben van. Én felem PvP-zhetünk. Nekem így is jó. Császok, akkor én akkor leverem a Grinch-et PvP-ben. Nagyon más lehetőségem nincsen, mert eléggé izé. Beképzelt. De rég PvP-szten, na várjatok. Be kell lendülnöm. Nagyon-nagyon rég volt valami normális PvP amúgy. És hát ideig csak ilyen kis béna PvP-k voltak, ahol értitek így a ellenfelek úgymond eléggé bénák voltak. Szóval, ja. Noob, lenoobozik engem Grinch, hát azért ez nem túl szép dolog, jaj, be kell venni egy OP-t. Túl sok OP-m nincsen, szóval remélem, hogy hamar meg fogom tudni ölni. Legalábbis hát, ja, remélem, hogy meg tudom egyetlen ölni. Szóval, srácok, hogyha nekem drukkoltok, akkor nyomjatok egy lájkot! De hogyha nem nekem, akkor dislike-ot, de hát biztos, hogy nekem drukkoltok, legalábbis hát nagyon remélem. Ugye nekem drukkoltok? Ugye nekem drukkoltok, srácok? Azért, de hogy üt ez ennyire profin? Hagyjatok már. Alig bírom eltalálni, na, gyerünk. Gyerünk. Alig van HP-ja, ott látom a HP-ját.
Ne! Jó, meghalt. Easy. Ennyi. Easy. Megoldtam, király. Jó van. Akkor vehetek a levelekkel? Jó, pár levelet elviszek bizonyítékul, aztán visszajövök szerintem a falusiakkal. Erre bírok kimenni? Ja, szerintem erre bírok kimenni, ugye? Ott fent izé van, föld, ezt gyors kiütjük. Nagyon remélem, hogy erre ki tudok jutni. Ja, erre ki tudok jutni. Ott van kis, szia kis! Csácsá, ügyes kutya voltál, kapsz kaját, gyere. Na, srácok! Visszereztük a leveleket, vissza kell jönnünk a falusiakkal, hogy hogy elvigyük mindet, mert rengeteg van. Szóval ja, az van, nem lesz bennem az unalmas lenne. Szóval tényleg köszépen itt voltok velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, lehetek itt velem legközelebb, és mindenkinek boldog Mikulást, az tegnap volt a szemja, az tegnap volt, de mindegy utólag is, meg jó telet, meg mindent. Hamarosan karácsony, már nincsen sok idő, és téli szünet, meg minden. És ja, megpróbálok minden napra videókat feltölteni decemberbe. Reméljük, hogy sikerül. Szóval ja, ennyi, találkozunk legközelebb, és sziasztok!